Krisztán. Na, hova érkeztem meg? Kapira nagyon nincs szükségem, azt tuti. Cipruson lejöttünk egy kicsikét, de egyelőre még nem támad kedvem napozni, úgyhogy megnézzük, milyen lesz a nap. Hát ilyen pita, görögös, ciprusi eszünk, de amit én eszek, az csirkés békönös. Ami érdekesség, hogy ilyen nyárson csinálták meg a húsokat, és úgy van rajta, amúgy nagyon finom. Itt vannak a halak. Mi? Őt választottuk, illetve természetesen friss kalamárit, és van egy jó sztori, John Dory. Ő volt az a hal, aki elméletileg Jézus adott, amikor, nem tudom mikor, de ezt mesélték róla, viszont mi maradtunk egy kalamárival. Kalamári. Kihozták rá a kagylót, egy kagyló, két kagyló, ez a skalop. Ez pedig egy valami mangós csoda rákokból. Az a tiéd, az a kalamári, and the fish. Elég jókat kaptunk. De nem baby potétót, kasza. Mi? De rosszat kaptunk. Ezek a desszertek, valami csokis cucc, praliné, ez valami ciprusi, libanézi, pisztáciás valami. Valamiért nem párhuzamosan vágtad? Azért, mert úgy nem lett volna egységes, igen. Sétálunk vissza, és tényleg azt kell elmondanom, hogy a legjobb, tényleg talán a legjobb szervírozási élményem volt eddig életemben, úgyhogy petfish, ciprus, annyira nem volt túl sok, nem érezted olyan alőrösnek, mint mondjuk egy fine dining helyen, hanem egyszerűen adta magát. Tök jó volt az egész, úgyhogy... Van egy nagyon jó mondás, amikor ezt még akkor hallottam, amikor hobbi fotóztam nagyjából 10-15 éve, hogy az igazán jó fotósok akkor fotóznak, amikor mások alszanak, illetve vacsoráznak, hiszen a napfelkelte és a naplemente ugye az, ami számít. Tegnap is felkeltem, hogy elkapjam azt, amikor kijön a napkorong. Épp, hogy egy picit lemaradtam, de még feljövőben volt, és utána csináltam egy timelapse-t, viszont nem tudtam azt, hogy a gép nem állítja be magát arra, hogy ahogy egyre világosabb lesz, ugye úgy visszavegye, és nem a napkorong lett, hanem teljesen ilyen világos lett az egész. Úgyhogy ma újra felkelek, és újra megcsinálom, és remélem, hogy ma jó lesz. Megmutatom, milyen volt, és most milyen lesz. Én azt mondom, hogy meg vagyok elégedve a timelapse-el, most megyünk kajálni. És a szettemet a Kata választotta. Most jól is nézel ki. Libasorba ültök? Nem, csak tudod, hogy a nap süssőre. Igen, hogy végre legyen egy kis szünetek. Menjek egy kicsit? Nem kell kicsit. Az edzés utáni reggeli.
4-5 napos túra volt Ciprusra, és a szívás az az, hogy amikor megnéztük az időjárást, mondjuk egy-két héttel előre, mondjuk egy ilyen last minute ötlet volt, hogy ide jöjjünk, akkor az volt, hogy ilyen 24-25 fok van, minden király, és ahogy jött, közeledett az idő, az jött, kiképzeljétek el, hogy eső van, hideg van, és igazából a 4,5 napból 2 nap az, sőt 2,5 az elég hideg volt. Most is így amúgy vacogok, mert ilyen 22-3 fok lehet, viszont annyira a vízben, de hát innen kell beszélni, mert mennyire jó drónsátokat, meg lassított felvétel, remélem jól jött ki, meg tudtunk csinálni. Tök nagy álmom volt az, hogy télen elmenjünk a családdal, de sajnos nem jött össze, és igazából tavaly augusztus-szeptember óta nem voltunk sehol, úgyhogy tök jó áron néha ki lehet kapni jegyeket, most sikerült, úgyhogy meg kell nézni, hogy a jetski az össze fogja jönni, mert az még egy nagy álom. Ma péntek van, szombaton még emeltek, tök jó idő van, úgyhogy megnézzük, hogy az milyen lesz, közben megkajálunk. Úgyhogy nagyjából ennyi, nézzük majd, honnan folytatódik a vlog. Találtunk egy helyet, ahol lehet jetskizni, ott van a jetski, ami nagyon király, és a drón ott van felettem, megkértem egy srácot, aki most szerezett magának egyet, és ő fog rólam királyképeket meg videót csinált, meglátjuk, hogy milyen. Na, induljunk! Vége. Igen, folyamatos sikítás, fél, minden, de annyira jó volt, és az, hogy találkoztunk itt egy lokált csávóval, pont drónozott és felvett, megkértem, hogy vegyek fel, és szerintem megvan a tökéletes sát, amit szerettem volna, úgyhogy akár még idít profil. Hát meg nagyon-nagyon sok a közeli kép. Ja, olyan durván közel jött így, én attól féltem, hogy ahogy így driftelek a drónnal, hogy nehogy eltaláljam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek a felvételek. Még egy gondolat van, amit szerettem volna így megosztani veletek, az pedig a bizalom. Mennyire random, hogy itt vagyok Cipruson, látok valakit drónozni, akiről kiderült, hogy negyedszerre használja életében ezt a cuccot, és rámerem bízni az én ékszeremet, az én drónomat, megmutatom neki, hogy mi az az álomkép, amit szeretnék csinálni, és azt mondja, hogy figyelj, próbáljuk meg! Csak hogy két oldal van, van, aki azt mondja, hogy amíg nem szolgál rá valaki, addig soha ne bízzatok benne, majd csak akkor. Én inkább a másik oldalhoz szeretnék tartozni, aki azt mondja, hogy de miért ne bízzak benne, amíg nem szolgál rá az ellenkezőjére, addig nyugodtan. És hogyha egy üzenetem lehet, élünk ebben a világban, lehet, hogy egyszer, kétszer, ötször, tízszer valami csalódásért, és akár okunk is lehetne, alapunk is lehetne arra, hogy ne bízzunk az emberekbe. De arra is van indokunk, hogy bízzunk bennük. És hogy együtt valahogy talán szebbé tudjuk formálni ezt a világot, és én inkább ebbe szeretnék hinni, és igenis oda merem adni egy random csávónak a drónomat, aki életem felvételit elkészíti, berakom majd ide, úgyhogy bízzatok egymásba. Hát úgy, hogy meg tudtam koronázni a végén egy kis jetskizéssel, azt mondom, hogy ez a 4-5 nap teljesen megérte. Kíváncsiak, milyen anyagot vágtam meg belőle, majd lesz, és mondjátok meg a kommentekbe, hogy jók-e az ilyen utazásos videók, kis tippek, merre érdemes menni, hol kajáljunk helyeken. És hogyha most találkoztunk először, és még nem lennétek, kérlek iratkozzatok fel, kommenteltek, lájkoltok, találkozunk a következőbe. Sziasztok!